Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnafáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Gyorsan hajtott, tragédia lett a vége. Egy 17 éves lány vesztette életét a balesetben, az ügyet másodfokon tárgyalták. Elektromos roller. Mennyire balesetveszélyes az eszköz? Kajakkenő világbajnokság Horvátországban. A szekszárdi Jámbor Lotti negyedik lett. Szülőföld Akadémia előadás sorozat. A közös szervezési program első részét tartották szeptember 24-én. A szekszárdi törvényszéken nyilvános ülést tartottak másodfokon egy sokak által ismert tragédia ügyében. Még 2021-ben fiatalok szenvedtek balesetet Várdombot elhagyva Szekszárd irányában. A sofőr gyorsan hajtott, ezért letért az útról és egy betonhídnak csapódott. A baleset következtében a hátsó ülésen utazó három fiatal lány közül egy életét vesztette. Ezen a felvételen az látszik, ahogy az autót vezető, akkor 21 éves sofőr driftel autójával. Itt pedig már a mécsesek. A szórakozásból nem sokkal később tragédia lett. A fiú az 56-os számú főúton Szekszárd felé haladt, Várdom lakott területét elhagyva gyorshajtott és betonhídnak csapódott. A balesetben az egyik hátsó ülésen utazó 17 éves lánya helyszínen életét vesztette. A szekszárdi járásbíróság korábban a vádlottat 3 év fogházbüntetésre és végleges hatályú közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte. Az ítélet ellen az ügyészség súlyosítás, a védelem enyhítés miatt fellebbezett. Most az ügy kapcsán másodfokon tartottak nyilvános ülést a szekszárdi törvényszéken. A kiszabott büntetés a középmértékkel egyezik meg. Álláspontunk szerint az ügyészi mértékes indítványa egyező tartalmú súlyosítása indokolt. Egyebekben helybehagyásra teszek indítványt. Az ügyészség 4 évre emelte volna a kiszabott büntetést. A vádlott ügyvédje azt mondta, a büntetés szerinte megtorló jellegű. Az ügyvéd felhozta azt is, hogy a vádlott és az utasai pszichológiai szándékegységben voltak, azaz biztatták a sofőrt a szágoldásra és a driftelésre, ezzel kockázatot vállaltak. Viszont a bíróság, ugye a védelmi fellebbezés az enyhébb, elsősorban 2 évet meg nem haladó szabadságvesztés kiszabására, és annak a végrehajtásában történő felfüggesztésére irányult, ezt a formában fel is tartom, illetőleg a határozatlan idejű közötti járművezetéstől eltiltás helyett határozott idejű közötti járművezetéstől eltiltás kiszabását kérem a tisztelt törvényszéktől. A vádlott az utolsó szó jogán bocsánatot kért minden hozzátartozótól. Azt mondta, ha tudná, visszacsinálná az egészet. A bíróság rövid szünetet követően ítéletet hozott. Kiirdettem a szekszárdi törvényszék másodfokú eljárásban hozott végzését. Közúti baleset okozásának vétsége miatt ellen indított büntetőügyben a Szekszárdi járásbíróság 2024. január 31 napján kihirdetett 31B 150/2023/9 számú ítéletét helyben hagyja azzal, hogy a vádott terhére megállapított bűncselekmény helyes megnevezése közúti baleset okozásának vétsége. Az elsőfokú bíróság 3 év fogházbüntetésről és végleges hatályú közúti járművezetés eltiltásáról szóló ítéletét tehát nem változtatták meg. Az ítélet jogerős. Elektromos roller. A témával kapcsolatban a jogszabályokról, illetve a balesetek gyakoriságáról kérdeztük Komlosini Kis Anettet, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivőjét. Július 16-án történt egy jogszabálymódosítás, amelynek értelmében már többfajta rollerre szükséges a kötelező felelősségbiztosítás megkötése. Ha a jármű végsebessége meghaladja a 25 km/h, akkor minden esetben elengedhetetlen a biztosítás megléte, valamint ha ezt a sebességet nem éri el, de 14 kg-nál nehezebb a jármű, akkor szintén kötelező ennek betartása. Ezen szabályok követése különböző okok miatt is elengedhetetlen. A balesetek 3%-át az elektromos roller használók okozzák. Sajnos Tolna vármegyében is egyre több ilyen jellegű baleset történik. Ez idáig ebben az évben már 6 olyan baleset történt, amelyben e-rollerek vezetője volt érintett. Ebből 5 esetben a rollernek a vezetője volt az, aki okolható a baleset bekövetkezéséért, és sajnos 2 olyan eset is volt, amikor annak ellenére, hogy ez tilos, 2 utaztak ezen az elmobilitási eszközön, és ezekben az esetekben mindkét esetben sérülés lett a balesetnek a vége. Nagyon fontos a bukósisak használata. Az idei évben Tolna vármegyében előfordult balesetekben 6 alkalommal történt ilyen baleset, ebből 5 alkalommal nem használtak bukósisakot a járművön utazók. Már büntetendő, ha az eszközzel ittasan közlekedünk. Ha valaki ilyen eszközzel ittasan közlekedik, akkor az ittas járművezetés bűncselekményét követi el abban
abban az esetben, hogyha 0,25 mg per litert meghaladja a szervezetében a légalkohol koncentrációnak a mértéke. A témával kapcsolatban szexárdiakat kérdeztünk, az ezzel kapcsolatos vélemények megoszlanak. Idegesítenek magyarán mondva. Hát engem végül is úgy nem zavar. Úgy gondolom, hogy aki normálisan tudja használni, az bármikor tud rendesen közlekedni vele. Én szerintem a fiataloknak nagyon jó, és ha jól használják, akkor én szerintem semmi probléma nincs vele. Csak némelyik nem tudja, hogy hogyan kell csinálni. De én benne vagyok. Nagyon jó dolog, és hasznos szerintem, meg igazából könnyebb, mint egy kocsi, mert könnyebben mászkálunk itt az utcán. Odafigyeléssel, a szabályok betartásával, a rendeltetésszerű jármű használattal sokféle baleset megelőzhető. Több korábbi, a Dunai árhullám miatt bevezetett korlátozást oldottak fel Tolna vármegyében. A 6-os számú főút paksi szakaszán megszűnt a 40 km per órás sebességkorlátozás. Gerjenben és Faddomboriban ismét megnyílt a komplejárókhoz vezető út. Ezzel szemben az 55-ös főúton Pörbölye és Baja között bevezetett korlátozások továbbra is érvényben vannak. A szekszárdi rendőrök a Matrix projekt keretében befejezték az eljárást egy 24 éves miskolci férfi ügyében, aki 66 sértettet csapott be. A férfi ellen egy Tolna vármegyei nő tett feljelentést tavaly. Ő telefont szeretett volna vásárolni, a pénzt elutalta, azonban cserébe semmit nem kapott. Mint később kiderült, a csaló rengeteg ember csapott be hasonló módon. Nem csak telefont, hanem medencét vagy elektromos kisautót is hirdetett hamisan. A férfi 2 millió forintot meghaladó összeggel károsította meg a sértetteket. Napraforgó aratása közben gyulladt ki egy kombájn, és a közvetlen környezete hétfő délután Tamásiban szemcsepusztán. A tűzesethez a tamási önkormányzati tűzoltók mellett a dombóvári hivatásos egységeket riasztották, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el az izzó, égő részeket. Életének 93. évében otthonában elhunyt a legendás asztali tenisz szakedző Sáth Sándor. A szakember Tolnán világszínvonalú pingpongbázist hozott létre, ahol a 70-es, 80-as években olyan tizenéves, saját nevelésű lányokból álló pingpongcsapat szerepelt, amely éveken keresztül végigverte Európát, és ötször is BEC ezüstérmet szerzett. Leghíresebb tanítványa a többszörös olimpikon Bátorfi Csilla. A 15 éves Jámbor Lotti negyedik lett a horvátországi Metkovicben rendezett ifjúsági maratoni kajakkenú világbajnokságon. A szekszárdi kajakkenú sportegyesület versenyzője a 19 kilométeres futamon taktikus versenyzéssel végig az élmezőnyben tudott maradni. A fiatal szekszárdi tehetség Jámbor Lotti a magyar bajnoki címek után már a nemzetközi mezőnyben is letette a névjegyét. Jól éreztem magam. Persze volt bennem egy egészséges izgalom, és azért, ahogy közeledett a verseny, egyre többet gondolkodtam rajta, hogy hogy szeretném csinálni a futamomat. Aztán persze teljesen másképp jött ki az egész. De egyébként tényleg a hangulat nagyon jó volt, a versenytársaim kedvesek voltak, a magyar csapat is befogadó volt, így, hogy először voltam ott, a felnőttek is abszolút kedvesek voltak. Egyébként jó volt, mert elleshettem tőlük, nagyobb versenyzőktől csomó technikát, taktikát, új dolgokat, és tetszett az egész. Lotti a szekszárd palánki sióparton található vízibázison a fiúkkal szokott edzeni. Ezért ez a negyedik hely a sportolónak egy kicsit olyan, hogy pont lecsúszni a dobogóról, de így, hogy 3 évvel idősebbek között szerepeltem, így egy fokkal könnyebben beveszi a gyomrom. Válogató versenyekre 15 éves kortól lehet feljebb lévő korosztályba nevezni, ahol Lotti első helyen kvalifikálta magát az EB-re és a VB-re. Edzőjével, aki az édesapja, úgy döntöttek, hogy a világbajnokságon indítják. Helyezésügyileg igazából nem mondom, hogy nem volt elképzelésünk, gondoltuk, hogy az elejében lesz, de nem tudtuk, hogy pontosan milyen lesz az idén a mezőny. Hát egy jó erős mezőny jött össze, és a negyedik helyet csípte meg. Azt gondolom, hogy nagyon szépen versenyzett, kihozta magából a maximumot. Még egy picit látszott, hogy azért
főleg a szárazföldön erősebbek voltak a többiek, tehát ugye ebben a versenyben van egy ilyen futószakasz is, illetve több kör van, és több futószakasz, rövid futószakasz, ott azért látszott a korbeli különbség, és ott egy kicsit erőteljesebben mozogtak a többiek, de egyébként szerintem kiválóan versenyzett. A serdülő kategóriában is fiatalnak számító szekszárdi sportoló a jövőben is szeretne a maratoni nemzetközi versenyeken részt venni, és a síkvízi rövid távon is kipróbálni magát. Október 7-től jelentős változások lépnek életbe Szekszárdhelyi közlekedésében, tájékoztatott a Volánbusz ZRT. A beérkezett utas észrevételek és tapasztalatok alapján az autóbuszok menetrendjét átalakítják, több városrészbe sűrűbben indulnak a buszok. A szekszárdiak a helyi közlekedést változatlanul a kedvezményes jegy és bérletárakkal vehetik igénybe. A részletes információk a Volánbusz honlapján érhetőek el. A Duna tetőzése elhagyta Magyarországot, azonban a készültségi fokozatokat szombat délutánig fenntartják, mondta Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára az árvízvédelmi operatív törzs szerda reggeli ülése után tartott budapesti sajtótájékoztatón. A katasztrófa védelem még három vármegyében, Bács-Kiskunban, Tolnában és Baranyában van jelen, és ellátják a szükséges feladatokat. Elsőfokú készültség 73 km-en, másodfokú 47 km-en, harmadfokú készültség 180 km-en van. A bátaszéki karate szakosztály tanítványai remekelnek a versenyeiken, ennek köszönhetően pedig a csapatból többen is mennek a ciprusi Európa-bajnokságra október végén, Hefner Zsófi pedig 3 hét múlva Olaszországba a világbajnokságra. A sportolók izgatottan, fizikailag és szellemileg is felkészülten várják a tornákat. Szerintem nagyon jól sikeredett a felkészülés, voltak egy-két nehézségek, amiken próbáltunk dolgozni, és a csapattal is próbáltunk már összhangba jönni. A Szülőföld Akadémia előadás sorozat első alkalmán Kacián János helytörténészt és dr. Bak Miklós egyetemi docenst hallgatták meg az egybegyűltek a Pécsi Tudomány Egyetem Kultúra-Tudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Karán Szekszárdon. A Pécsi Tudomány Egyetem Szekszárdi Kara és a Tolna megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület közös előadás sorozatának első programját rendezték. Az előadás sorozatnak tulajdonképpen nincs egy olyan közös témája, nem a Szülőföld Akadémia, hiszen minden ebbe a fogalomba belefoglaltatik. Tulajdonképpen szeretnénk bemutatni a tudományos eredményeket, a kutatásnak a lehetőségeit, a forrását, és éppen azt szeretnénk bemutatni, hogy ez egy nagyon szép dolog, hogy valaki elkezd kutatni. A generációkat szeretnénk végigkövetni, tehát lesznek gimnazisták az előadók között, középiskolások, lesznek PhD hallgatók, lesznek idősebb kutatók, és lesz a középkorosztály. Dr. Bak Miklós, akit 20 éves kapcsolat fűz Szekszárdhoz, igazán fontos témával készült a mai eseményre. Gyakran megforduló vendég vagyok Szekszárdon. Most egy olyan kérdést akarok bemutatni, ami tulajdonképpen beleillik a Honismereti Akadémia rendezvénysorozataiba. Szeretnék bemutatni egy nagyon érdekes szellemi vállalkozást, honismereti jellegűt, amelyre Kézdivásárhelyen kerül sor. Azért Kézdivásárhelyen, mert én tulajdonképpen odavalósi vagyok. Ugye a magyar nyelvterületnek a legkeletibb kisvárosáról van szó. Székelyföld délkeleti csücskében van Kézdivásárhely, és ott egy kis csapattal nekiláttunk elkészíteni a város lexikon. Kacián János helytörténész a Tolna vármegyéről szóló életrajzi lexikonról kezdte az előadást. Több kollégámmal, egyesületi taggal megbeszélve belevágtunk egy életrajz gyűjtésbe, egy életrajzi lexikon elkészítésébe. Ennek az volt az apropója, hogy utoljára ilyen Tolna megyéről 50 évvel ezelőtt készült, Sipter Gézáné könyvtáros szerkesztésében. Úgy gondoltuk, hogy aktuális a folytatás. Aztán kiderült, hogy ez tényleg így van, aminek voltak örömteli pillanatai, mert mi is rácsodálkoztunk néhány életútra, meg voltak nehezebb pillanatok is. A programsorozatot havonta rendezik meg, és összesen 8 alkalommal készülnek, melyek bárki számára elérhetőek és ingyenesek. Baranya és Somogy vármegye hírei következnek.
Segítik a gyerekek gyógyulását, 20 éve dolgoznak a pécsi Bohóc doktorok. Almatermés, a mennyiség és a minőség is elmarad a vártól. Tartozás, túlfizetés, adószámla, értesítőket küld a NAV. Ünnepel a Piros Orr Alapítvány Pécsen. 20 éve dolgoznak a szervezet Bohóc doktorai a gyerekklinikán. A kórházba került kisbetegeknek segítenek elviselni a megváltozott környezetet, a gyógykezelés nehézségeit. Pécsen 6 Bohóc doktor dolgozik az egészségügyi intézményben. Köszönöm szépen! Tudjál, nele! Munkában a Bohóc doktorok a pécsi gyermekklinikán. Az egészen kicsiktől a nagyobbakig segítik a beteg gyerekek kórházi ápolását elviselhetőbbé tenni, feloldani bennük a félelmet, feszültséget. Színházzal foglalkoztam, és ennek révén kapcsolódtunk be ebbe a fajta munkába. Akkor én nem sokat tudtam erről, sőt igazából semmit, és akkor döntött úgy a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány, hogy vidéken is elkezd bohóc doktorokat toborozni. És hát ismerősöktől értesültem, és úgy voltam vele, hogy hát megnézem, hogy mi ez, de nem nagyon tudtam igazából, mire számítsak, és aztán annyira jól sikerült ez a találkozás, hogy végül is maradtam, és így ez lett a szakmám. Amikor a gyerekek a betegségük miatt bekerülnek például a pécsi klinikára, akkor az egész addigi világukból szakadnak ki. Ezt az állapotot igyekeznek feloldani a Bohóc doktorok, mondja az alapítvány művészeti vezetője. Nagyon sokszor nehéz, hogy nem csak a fájdalom van, meg a betegség van, de hogy ez az izolálódás érzés is van benne. És tulajdonképpen ebben a helyzetben, ami egy nagyon szorongással, stresszel, félelemmel teli helyzet, és nagyon idegen, ebben a helyzetben lépnek be a bohócok. És a bohócok mindig játékhelyzetet kínálnak. Tulajdonképpen ők egy olyan világot nyitnak meg, ami mindenkiben ott van belül, mert mindenkiben ott van a játékosság, mindenki valójában a lelke mélyén arra vágyik, hogy kapcsolódni tudjon, és hogy közösen játszunk, közösen érezzük jól magunkat. Ebbe a világba bevonják az orvosokat, az ápolókat is. Így teszik teljessé és valóssá az élményt. A játéknak, bohóckodásnak jótékony hatása van a lélekre és a testre is, mondja a klinika igazgató. Ezt kimutatta egy korábbi vizsgálat. Hadd idézzek fel egy igen régi, ma már 70 éves talán vizsgálatot, ahol alultáplált gyermekeket kezeltek úgy, hogy megkapták a táplálásterápiát, és hát ennyiben állt az ő ellátásuk, illetve egy másik csoportjukban, kicsit a Piros Orr Bohóc doktorokhoz hasonlóan, foglalkozásterápia is része volt az ellátásnak. Egy hosszú időszak végén az alultápláltság mérséklődése sokkal nagyobb fokú volt azokban, akiknek a lelkével is törődtek, nem csak azzal, hogy a megfelelő mennyiségű zsírt és szénhidrátot megkapják. Decsi professzor azt mondja, vannak olyan súlyos betegséggel küzdő gyerekek, akiknél nagyon fontos a bohóc doktorok munkája. Talán az onkohematológiai részlegünk az, ahol a legkiélezettebb helyzetek lehetnek. Ott nagyon fontos, hogy a Piros Orr Bohóc doktorok személyében képzett szakemberek jönnek hozzánk. Abban a környezetben, ahol friss és már régebben kezelt rosszindulatú daganatos gyermekek vannak, ott egy legnagyobb jó szándékkal is, de éppen megérkező civil nem biztos, hogy megtalálná azt, hogy mit kell tennie. A Bohóc doktorok 400 órás képzésen vesznek részt, hogy meg tudjanak birkózni a nehéz helyzetekkel a gyerekosztályokon, klinikákon az országban. Pécsen már 20 éve járják a kórtermeket a Bohóc doktorok. Hazánkban 27 éve jött létre az alapítványuk. Jelenleg 34-en vannak az országban. Ők Budapesten, Miskolcon, Debrecenben, Nyíregyházán, Tatabányán, Salgótarjánban és Kaposváron tevékenykednek. Pécsen 6-an dolgoznak közülük.
Mennyiségre és minőségre is rossz idényt zárnak az almatermesztők Somogy vármegyében. A 7 hétig tartó szárazság miatt kisebbek az almaszemek és beltartalomra is gyengébbek az elmúlt évekhez képest. Van olyan gyümölcsös, ahol a termés felé tudták csak leszüretelni. Valami lepotyogott és megütődött, ugye ebből készül majd a cefre, ez így néz ki. Ezek a foltok pedig égési foltok rajta, amit a nap nagyon megsütött, azok jelenleg így néznek ki. Az egyik szem megégett a nagy melegben, a másik még érés előtt leesett a fáról. Több sebből vérzik az idei almatermés a somogyi ültetvényeken. Ez a nagy meleg minden tizedelt, ugye előtte a fagy is egy kicsit tizedelt nálunk, az almát is, a medgyet is, a cseresznyét is. Aztán jött ez a nagy meleg, amitől elkezdett minden ugye ráégni a magra, valamint zölden lepotyogni, mert nagyon megaszalódtak, mondjuk a szilveng nagyon megaszalódott a nagy melegtől, és lepotyogott zölden. És ezt már az almánál is észrevesszük, hogy már az októberi almát szedjük lassan. Ugye ez a nagy melegtől elkezdtek lepotyogni az almák, tehát nem tudja megtartani a fa a termést, vagy nagyon megég az alma, hogyha a felmarad. Szóval a földről szedjük cefrének az almát, a fáról pedig léalmát szedünk, mert vagy égés volt rajta, vagy lepotyogott már a fáról az alma. A tavaszi fagyok nagyrészt elkerülték a somogyi ültetvényeket, a májusi-júniusi eső pedig tovább kedvezett az almának. A nyár többi része azonban mindezt felülírta. Mint egy 7 hétig tartó magas hőmérséklet, rengeteg hőségnappal, óriási UV-sugárzással, légköri aszállyal, ami a gyümölcsöknél különösen veszélyes, és nem volt eső, tehát a talaj is, talajban sem érkezett meg a megfelelő csapadék utánpótlás, úgyhogy ez abszolút befolyásolta. Tehát láttunk olyan gyümölcsültetvényt a munkánk során, ahol konkrétan a gyümölcsből szívta vissza a nedvességet a fa, azért, hogy életbe tudjon maradni. Mennyiségre és minőségre is rossz idényt zárnak az almatermesztők a vármegyében. Közepesnél gyengébb termés az mennyiségre is, ami betakarítható, és a minősége is sajnos hiányzik belőle, a nedvesség hiányzik belőle, a víz. A gyümölcsök nem tudtak az öntözetlen ültetvényekben olyan szép, nagyra, piacosra, ahogy fogalmazni szoktunk, kitelni, megnőni. Emiatt apróbbak a gyümölcsök, beltartalmi értékük meg lenne ugyan, viszont itt a szeptember 10-e környékén érkezett hideg front és ciklon, ami az én településemen 120 milli esőt hozott, de a vármegye többi részén is megközelítette helyenként a 100 millimétert a csapadék. Ez akár a gombabetegségeknek, akár a repedésnek, több minden olyan problémának volt a meleg ágya, ami a minőséget jelentősen rontja. A gyümölcsösök 3-4 héttel előrébb jártak idén a fejlődésben a megszokottól. A szakemberek szerint a szilva, az alma, a körte nagy része nem lesz alkalmas étkezés fogyasztásra. Tartozás, túlfizetés. Erről kapnak értesítést most az adózók. Az adószámla aktuális adatai online is megtekinthetők. A tartozás megfizetésére több lehetőség is van. Erről beszélt stábunknak Barlai Krisztina, a Baranyai NAV sajtóreferense. Érkeznek az adószámla értesítők az adózóknak, azonban nem mindenki kap ilyet, mondta a Baranyai NAV sajtóreferense. Azok az adózók kaptak adószámla értesítőt, akiknek egy adónemben legalább 5000 forintos tartozása, vagy pedig 1000 forintot meghaladó túlfizetése volt. Ezen kívül azok is kaptak értesítőt, akik késedelmi pótlékkal érintettek. Azonban ez a dokumentum nem mindenkinek egyértelmű, ez a tapasztalata a hivatalnak. Az adószámlának, az adatainak az értelmezésekor a legnagyobb problémát az okozza, hogy az adózó nem tudja értelmezni a túlfizetés, illetve a tartozás fogalmát. A tartozás mindig plusz jellel van jelölve az adószámla kivonaton, a túlfizetés pedig mínusz jellel. Ezeknek az egyenlege lehet nulla, lehet túlfizetés, vagy pedig tartozás. Ha a túlfizetés szerepel az adószámla értesítőn, akkor az visszaigényelhető. Az adózó a túlfizetés kiutalását az ATVUT 17 elnevezésű nyomtatványon kérheti. Abban az esetben, hogyha az adózónak az egyik adónemen tartozása, a másik adónemen valós túlfizetése van, akkor ugyanezen a nyomtatványon a túlfizetést át tudja vezetni a tartozásos adónemre. Előfordulhat, hogy nem tudja a tartozást egyben megfizetni az érintett. Abban az esetben, hogyha az adózó a tartozását egy összegben nem tudja megfizetni, fizetési könnyítést kérhet a hivataltól, amely lehet részletfizetés, halasztás vagy mérséklés.
Létezik az automatikus részletfizetési lehetőség is, vagy pedig az általános szabályok alapján tudja az adózó kérni a fizetési könnyítést. Gyakori hiba, hogy rossz számlaszámra utalnak, vagy a közlemény rovatban nem szerepel az adóazonosítójel adószám. Az adószámla adatait a NAV ügyfélportálján lehet nyomon követni, de információt kérhetnek a NAV 1819-es telefonszámán is. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Gyorsan hajtott, tragédia lett a vége. Egy 17 éves lány vesztette életét a balesetben, az ügyet másodfokon tárgyalták. Elektromos roller, mennyire balesetveszélyes az eszköz? Kajakkenu világbajnokság Horvátországban. A Szekszárdi Jámbor Lotti negyedik lett. Szülőföld Akadémia előadás sorozat. A közös szervezési program első részét tartották szeptember 24-én. Csütörtökre egy nyugat felől közeledő ciklon előoldalán erőteljes melegfront okoz országszerte felerősödő déli, délnyugati szelet. Emellett változóan napos, mérsékelt felhősödésekkel tarkított, általában csapadékmentes idő lesz jellemző. Az erős széllel kifejezetten meleg levegő sodródik a térségbe. Enyhe nyáriasan meleg időre van kilátás. Éjszaka mérsékelt felhősödések melletti csillagfényes égbolt, csapadékmentes idő várható. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!